szoptatást támogató anyatej serkentő terméket keresel? Ebben a rövid videóban három szempontot mutatok be, melyek segítenek neked választani, emellett kitérünk arra is, hogy ilyen termékeknél nem csak az a fontos, hogy mit tartalmaz a termék, hanem hogy mit ne tartalmazzon a baba és a te egészséged szempontjából. Vágjunk is bele! A szoptatás az anyaság egyik legszebb, legmeghittebb része. Az anyatej a babának a legtökéletesebb táplálék. Támogatja a növekedését és fejlődését, erősíti az immunrendszerét, védi őt a betegségektől, és még felnőttkori egészségére is hatással van. Mindemellett a szoptatás nagyon különleges érzelmi kapcsolatot hoz létre az anya és a gyermek között. A Netamin Lacto Naturál kapszulát szakértői csapatunk erre a fontos és csodálatos időszakra, az anyatej termelésének támogatására fejlesztette ki. De mégis milyen szempontok elsődlegesek, amikor tejserkentéshez keresel segítséget? Első a hatékonyság. Magától értetődő, hogy egy anyatej termelés támogató készítménynek olyan hatóanyagokat kell tartalmaznia, melyek bizonyítottan hatásosak. A tradicionális gyógynövény használat tapasztalatai jó kiinduló pontot jelentenek, de nem elégségesek. A modern tudományos bizonyítékok is szükségesek. A hatásosság megállapításához kizárólag a humán, vagyis emberekkel végzett klinikai vizsgálatok nyújtanak biztos eredményeket. A legmegbízhatóbb, legjobb minőségű bizonyítékokat pedig az úgynevezett randomizált, kontrollált klinikai vizsgálatok adják. Második a biztonságosság. Elengedhetetlen, hogy a választott készítmény mind az anyára, mind a babára nézve biztonságos legyen. Ami az anya szervezetébe kerül, legyen az étel, gyógyszer vagy étrend kiegészítő, annak egy része kiválasztódik az anya tejbe. Ezért a szoptatás ideje alatt kiemeltem fontos, hogy kizárólag a babára igazoltan biztonságos hatóanyagokat használj. Ezt is kizárólag humán klinikai vizsgálatok segítségével lehet magabiztosan megállapítani. Harmadik a mentesség. A szoptató kismama és a baba egészsége miatt egyaránt fontos, hogy a tejserkentő készítmény ne tartalmazzon mesterséges adalékanyagokat, színezékeket, tartósítószereket, édesítőszereket, illetve allergéneket, összetétele a lehető legtermészetesebb legyen. A Netamin Lacto Naturál kapszula mindhárom szempontnak megfelel, és még több előnye is van, melyeket 4 plusz 1 pontba foglaltam össze. Első. Gondosan válogatott, tudományosan megalapozott gyógynövény kivonatokat tartalmaz. Mária tövis, gyömbér, édeskömény, fürtöspárga és moringa található benne. Második. Az összetevők az anya és a baba egészségére nézve is a lehető legbiztonságosabbak. Harmadik. Szoptatást támogató termékeknél rendkívül fontos szempont, hogy mi ne legyen a termékben, erre sajnos nagyon kevesen figyelnek, de mi igen. Nem tartalmaz görög szénát. Ezt a népszerű tejserkentő gyógynövényt azért hagytuk ki az összetevők közül, mert sajnos gyakran okoz kellemetlen mellékhatásokat, leginkább emésztőrendszeri panaszokat, mind az anyánál, mind a babánál. Egy 2017-es kutatásban a szoptató nők 45%-a számolt be ilyen mellékhatásokról. Aztán nem tartalmaz tartósítószert, színezéket, ízesítőt, édesítőszert, mesterséges adalékanyagokat. Nem tartalmaz továbbá laktóz, glutént, halat, földi mogyorót és génmódosított összetevőt, azaz GMO-t sem. Negyedik. A kapszulázott formának köszönhetően alkalmazása könnyű, a benne lévő hatóanyag mennyiség pedig minden nap állandó, a kutatásokban is alkalmazott dózisoknak megfelelő. Plusz egy. 100% vegán termék, azaz semmilyen állati eredetű összetevőt nem tartalmaz, sem gyártása, sem fejlesztése közben semmilyen állat nem sérült. Remélem segítettem a választásodban, hogy neked és babádnak a legjobb szoptatást támogató terméket tud választani. Három gyermekes apaként és a Netamin vezetőjeként is mindenekelőtt nyugodt szívvel és sok szeretettel ajánlom a Netamin Lacto Naturál kapszulát. Végezetül kötelességem elmondani, hogy az étrend kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és egészséges életmódot, továbbá nem gyógyszerek. Örömteli, jó egészséget kívánok neked!